Vai. Érzékenység. Energia. Szex. Sokan sok mindent gondolnak a szexről. Hétről hétre olyan témákkal jelentkezünk, amik neked is új nézőpontot adhatnak. Induljon be a fucking good sex! Sziasztok! Üdvözlünk! Hirtelen nem tudtam, hogy mit mondjak, jó? Itt nevettetnek és kivesznek a saját gondolataimból. Persze. Igen, jó. Lehet, szóval... új csapó. Jó, szóval sziasztok! Üdvözöllek titeket a mai adáson, és folytatjuk az előző részekben, amit elkezdtünk. Mit kezdtünk? Nem tudom. Potencia, zavarok. Ja, de nem azt kezdtük el, csak nem annak... azt kezdtük el, hanem most ezzel folytatjuk, a potencia zavarokkal folytatjuk, mert ez is volt kérdés. Jó. Akkor hajra. Már... Igen, én ezt onnan tudom, hogy... CPU kihasználás. Hogy érkezett egy ilyen kérdés, hogy az 50-es pasiknál, hogy már általános és elfogadott a potencia zavar. És akkor, hogy erre reflektálva... hozzuk ezt a mai adást nektek, és hogy fogadjátok szeretettel. Na, de túl sok az egy négyzetméteres 50-es férfiak száma, úgyhogy teljesen szakértői vagyunk a témának. Szóval hitelesen nem tudok beszélni, mármint hogy 50-es férfiként, csak hogy 33 évesként, és én azt tudnám megfogalmazni, hogy a potencia potenciáról, mint dologról, hogy akkor tudok úgymond ilyen potens lenni, hogyha el tudok lazulni. És ez az elsődleges hozzá, és akkor így még ráépül nyilván arra, hogy a na, de tehát ugye ez annyi mindenről tudnék beszélni, de hogy ez minden összefügg. Tehát valami olyasmi, hogyha egy férfiként úgymond felnövök, és 50 éves leszek, akkor úgymond már valamilyen módon meghatároztam magam, valamilyen módon éltem az életemet, munkakörülményeim voltak, ugye felelősségeim az élet több területén, és ugye mindenhol, ugye hogyha csak én vagyok a férfi, és folyamatosan megfeszülve kell lennem, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogy azt tőlem elvárják, vagy körülöttem az létezik, az meg tudja terhelni a rendszeremet, és nem feltétlenül tudok ellazulni. És ez közrejátszott arra, hogy nem figyelek az egészségemre, nem figyelek a testemre, arra, hogy mit eszek, és ez vezethet potenciál zavarhoz, de alapvetően ez, hogyha megvan magammal ez a belső intimitás, ami az előző részekben is beszéltünk, meg el tudok lazulni, mint magammal, mint a partneremmel, akkor ennek nem kéne, hogy probléma legyen. Nyilván a test öregszik, és... Ez egy érdekes nézőpont. De változik. Az idő során mindenképpen változik. Így, ez más. Tehát az öregszik, meg a változik, az két különböző dolog. Tehát, hogy de, és de jó, de akkor az idő... elteltével a test változik. Igen, igen. Ami nem feltétlenül kell, hogy azt hozza... Vagy... Ami a mai valóságban az öregedés fogalma. De... Mi van ezen a valóságon túl? Jó, igen. Szóval volt már egy részünk, amikor a potencia zavarokról beszéltünk, és az egy nagyon népszerű rész volt. Én azt gondolom, hogy érdemes erről továbbra is beszélni. Én ugyan nem vagyok 50-es férfi, ellenben 50-es nő vagyok, amit sokan nem gondolnak rólam, hogy ennyi vagyok, mert nyilván mindegy, tehát nem ennyinek nézem ki, de hogy nagyon érdekes, hogy mostanában beszélgettünk erről, Gabi, hogy
hogy nagyon érdekes, hogy nekem azért vannak megtapasztalásaim, és hogy igen, nagyon sok minden erre az időszakra már kvázi csúcsosodik, vagy összegződik össze, és ebben igen benne van az, hogy a stresszben lét, a nem tudom, ezer mindenféle háttér miatt alakul ez ki, hogy kvázi a 45-50-es éveikre a férfiaknál megjelenik ez a potenciazavar. Amit én a magam részéről tudnék ehhez hozzátenni, hogy igen, hogyha van körülötte egy tér a férfi körül, akkor ez el tud kezdeni változni, tehát akármilyen negatív folyamat is volt addig, az el tud kezdeni változni, és nagyon, nagyon drasztikusan meg tud változni, mert van nekem olyan tapasztalatom, amikor az volt, hogy már nem érdekelte a szex, már nem tudom én, ez volt, az volt, amaz volt, és akkor egyszer csak lett egy olyan energia, amiben beleállt, vagy ráhelyezkedett erre az energiára, és elkezdett ez megváltozni. És igen, a potencia az mi van, hogyha a potencia zavar, az csak egy átmeneti állapot, és simán lehet ezen változtatni, és mi, tehát egy csomó mindent tudunk mondani hozzá, hogy mi minden tud megváltozni, vagy mi mindennek a hatására tud ez megváltozni, az biztos, hogy bárszkezelés az hatalmas hozzájárulás ahhoz, hogy a stressz szintjét egy férfi elkezdje csökkenteni, a testkezelések óriási hozzájárulás, ugye Diarmuringban nekem is van egy jó pár kezelésem ehhez, ami segít ahhoz, hogy a test visszataláljon önmagához, egy új önmagához, nem egy 20 éveshez, mert nem lesz, soha már nem lesz 20 éves, mert minden egyes nap mások vagyunk, de mi az az új önmagunk, amik lehetünk, amiben ez szintén felfedezésre vár, hogy mi más lehetséges még, mint ami eddig volt, és ahol elhittük, hogy innentől kezdve már ennek kell, hogy legyen, mert ez a természetes folyamat. Szóval azért a morfogenetikus mezőbe, vagy kvantumfilm, vagy nem tudom, akárminek hívják most már a tudósok, mert többféle neve is van, tehát a gondolataink, a hozzáállásunk teremti a valóságunkat, tehát mi minden az, amit meg tudunk változtatni, és mindent meg tudunk változtatni, hogyha van hozzá szándék, és azt gondolom, hogy miért ne lenne? Hát hiszen bármikor lehet élvezni ezt az egész létet, és hogyha most elindult egy olyan folyamat, ami nem kedvező, az simán meg lehet változtatni, nem kell ebbe beletörődni, meg belenyugodni, mint ahogy mondják, mert bármi megváltoztatható. És itt még hozzá akartam tenni azt, igen, hogy van nekem erre tapasztalatom arra, hogy 24 óra alatt 10 orgazmus 50 év feletti férfinél, tehát hogy úgy, hogy előtte neki is voltak potencia zavarjai, tehát hogy egy csomó minden megváltoztatható. Hát meg az a kérdés, még azt tegyük hozzá, hogy ez ugye kontextusból kiragadott ez a potencia zavar. Tehát, hogy általánosságban beszélünk egy pár kapcsolatban, hogy van potencia zavar, vagy azt nézzük meg, hogyha egy olyan körülmény van, ami, tehát hogyha mondjuk ismeretlen nővel kapcsolódom, ami számomra nem komfortos, akkor jelenik meg, vagy ez a testemnek a diszfunkciója? Igen, zseniális, hát tényleg a számból vetted ki a szót szó szerint. Mert hogy én is ezt akartam, hogyha nem potencia zavarként definiálnád, akkor mi lenne az? Hogy mi ez? Hogy tényleg, hogyha, mert szerintem az első esetben, amit mondtam, hogyha egy nővel való kapcsolatban egy bizonytalanság, akkor lehet, hogy nem azzal a nővel van gondom, vagy dolgom. Hogyha egy második, hogyha egy idegen nővel még nem érzem a biztonságot, hogy fel tudna épülni az erekció, akkor annak csak idő kell és tér. Vagy az előző esetben meg egy új irány. Mert igazából, amit mondott az Ági is, hogy a bársz is, meg a diármoring is, az mind azt hivatott, hogy ezt a jelenlegi helyzetet, ezt a beállt energiát, mind a testben, mint az energetikai rendszerben újra be legyen indítva. És hogyha be van indítva, akkor az
ott van potencia. Mert ott van energiaáramlás. És az megtalálja az útját. Igen. Hát igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy azért emberek nem is gondolják, hogy milyen tapasztalataik, vagy egyáltalán mi vezethet el oda, hogy neki már, ugye mivel hogy az eredeti téma mi volt, a potencia problémák 50 év fölött. Nekem csak elmesek egy történetet, nekem volt egy kliensem, ugye, hogy Ágiban mind a ketten prostatamasszőrök is vagyunk, aki 50, kereken 50 éves lett, és már ilyen fizikai fájdalmakat okozott az neki a testében, de szó szerint fizikai fájdalmakat, hogy merevedési zavarai voltak, hát látszott rajta kívülről is, hogy emiatt állandó stresszben van, és eljutottunk vele egy olyan információig, ami szépen lassan 20 éven keresztül megmérgezte az egész életét, mert az egész élete abból az egy traumából indult ki, nem is 20 éven keresztül, egyszer csak iskolában, amikor még 10 éves volt, rajta kapták őket egy lányjal, hogy nézegetik egymás nemi szerveit a vízben, ami hát egy teljesen ártatlan dolog, gyerekek vagyunk, persze, hogy érdekli, minden gyereket érdekel, hogy mi van a másiknak, ha nem látta még, vagy ha látta, akkor is érdekes lehet. És olyan szinten megalázták ott ebben a helyzetben őt, mint hát ő volt a fiú, csak ő lehet a hibás, hogy 22 évesen ért először valójában nőhöz. Ami azt gondolom, hogy lehet, hogy egy normál érés, lehet, hogy egy késő érés, ez mindenki döntse el maga, de addig neki semmilyen nővel, semmilyen szexuális, de még csak érintés szinten sem volt kapcsolata. És ő úgy gondolta, egészen addig a napig, amíg ez fel nem jött a felszínre, hogy ez történt vele, hogy az nem is volt annyira komoly ügy ott. De aztán utána szépen lassan, ahogy ezt az egészet kibontottuk, kiderült, hogy az egész életére kihatással volt. Ezen keresztül, a traumán keresztül viszonyult a nőkhöz, ezen a traumán keresztül viszonyult a hatalomhoz, mint megnyilvánuláshoz, így nyomta el magát, a saját erejét a munkájában, hogy ő nem lehet nagyobb másoknál, mert neki mindig megvan mondva. Tehát egy csomó mindenre kihatással volt. És a teste elkezdett neki jelezni, hogy már fájdalommal, hogy milyen gyönyöröktől, milyen önön lététől vágja el saját magát. Ami nagyon érdekes, azt gondolom, ez már egy ilyen, az, hogyha belegondolunk, tényleg csak ennyi? Lehet, hogy ennyire egyszerű? És mi van ennyire egyszerű? De mi kellene ahhoz, hogy ne 50 évesen jussak el oda, hogy elkezdje kíváncsi lenni saját magamra, hanem ahogy mindenki nézi ezt az adást, kezdjen el gyorsan kíváncsi lenni saját magára, hogy mi más lehetséges még neki a saját szexualitásában. Mert én úgy látom, hogy 20 évesen még az emberek játékból meg gyönyörből csinálják a dolgokat, 30 évesen még valamiből, 40 évesen már való, és hol fáradunk el ebben, vagy hol választjuk azt, hogy kevesebbek leszünk, mint ami lehetnénk. Saját magunk számára persze, tehát nem egy teljesítményből, egy teljesítménykényszerből. Ezt csak oda akartam kiukadni, hogy amit mondtál, vagy arra szerettem volna reflektálni, hogy igen, mi van, hogyha ez pillanatnyi, lehet, hogy a testem csak annyit jelez egy férfinél, hogy nem ő a megfelelő partner. Hallottunk már egy olyan sztorit, az egyik tudatosság mentorunknak a sztoria, hogy az Istennek nem akart felállni neki egy nővel, aztán rájött, hogy mert a nő gyereket akart. És mindenhol, már mindenkinek mondta, hogy ő gyereket akar, és nincs kitől, és ők összekerültek, és nem volt az Isten. Na most itt egy nagyon potens férfiről beszélünk, talán túl potens és egyesek szempontjából, és teljesen meg volt rökönyödve magá, hogy mi az, hogy neki nem áll föl? Mi van, ha csak nem az a megfelelő partner, amit te is mondtál? Tehát, hogy itt mi van, ha nem problémaként tekintünk a dologra, hanem de mi van, hogyha teljesen máshonnan jön, mi van, hogyha nem is probléma, és mi más fedezhetek meg fel? Mi van, hogyha esetleg
ha rá tudok-e úgy nézni a nem felálló, nem az eddig problémaként tekintett eseményre az életemben, mint egy ajándék. Milyen ajándékot fedezhetek fel ebben, ezen keresztül a saját életemben, hogyha ezt úgy abban a csomagban nézem, hogy ez nekem most egy lehetőség. Na milyen lehetőség ez most nekem, amire eddig még nem is gondoltam? Igen, és ezen túl még, hogy milyen úton jutottam ide, és hogy milyen úton indulhatok tovább. Igen. Mert itt például tudnám azt példaként hozni, hogyha valaki nagyon sokáig bele van ragadva ebbe a pornós valóságba, vagy hogy minden nap kiveri, vagy hetente többször kiveri, ez is pontosan tud elvinni ez a potencia zavaros állapotig. Hogy ugye az van beívódva az idegrendszeri működésbe, hogy ennek ez a tetőfoka, hogy nincs is idő arra, hogy ellazuljon a test, hanem ebből a feszültségből egyszerre csak lesz egy orgazmus, egy ilyen gyors pumpálós orgazmus, és akkor azt termel némi örömhormont, és akkor hú, jól vagyok, és akkor hú, letudtam ezt a dolgot. És igazából valódi kapcsolatban se nem kerültem sem magammal, se hogyha egy partnerrel vagyok, akkor se a partneremmel. Mert csak az egy testi funkció. És hogy hogyan tudunk a testi funkció mögé látni, vagy mögé érezni, vagy hogyan tudunk hozzá kapcsolódni, mert igazából mint a potencia, mint probléma, az csak akkor probléma, hogyha tehát valamilyen módon azt mi építettünk ki, hogy az probléma lehessen. Tehát mit tudom, egy gyógyszer szedünk, vagy... Tehát itt nagyon-nagyon sok minden közre játszik. Itt nem csak azt kell nézni, hogy egy nővel vagyok, és nem áll fel, vagy... Igazából itt tudni kéne az, hogy mi vezetett ide, most itt vagyok, hol akarok eljutni, és hogy milyen módszerek vannak arra, hogy ez másképp történjen most, mint előtte. És nyilván lehet, hogy lehet, hogy ezt nehezebb átírni, mivel több ideig írtam ezt a jelenlegi programot. Tehát, hogy ez nem tud egyből megváltozni, de ezek a bárckezelés meg a masszázsok, azok pont el tudnak egy ilyen olyan belátásra, vagy olyan helyre vinni, ahol ez vagy időszakosan, vagy villámcsapásszerűen megváltozik. Nekem szóval mindenféleképpen én azt javaslom, hogy akinek ilyen akinél ez így felsejlett, vagy akinél ez megjelent, most nem akarom azt mondani, hogy ez probléma, pedig minden áron ez akart így kijönni belőle. Mert most ezt hányan élik meg ennek? Igen, tehát mindenhol, ahol ezt érzékelem, hogy ez mekkora probléma, tehát hogy mi van, hogyha ez egy lehetőség arra, hogy egy új kezdetbe valaki beleálljon. Tehát, hogy hajlandó, és itt most, ha neked az a megoldás, hogy te elmész a nem tudom én milyen orvoshoz, és az urológus orvoshoz, és te viagrát, vagy nem tudom milyen gyógyszert írat fel, ha te ezt szeretnéd, akkor csináld ezt. Tehát, hogy én nem mondom azt, hogy ezt nem lehet. Tehát, ha valaki ezt szeretné, azt csinálja azt. De mindennek van következménye. De mi van, hogyha ez egy lehetőség arra, hogy beleálljál valami olyanba, amire... Pont most már itt van az idő, hogy nézzél rá dolgokra az életedben, hogy mi vezetett odáig, hogy egy ilyen jelenség megjelent az életedben, és hogy van nagyon sok olyan módszer, mert ugye az Access-ben is az van, hogy el van női esetben, tele vannak nőkkel, de azért nem nagyon vannak benne férfiak, gondolom én, mert hogy a nők nyitottabbak, jobban megnyílnak, több mindent beszélnek. Pont a bársz az, ami olyan, ahol egy férfinak nem kell beszélnie. És mondjuk a testkezelések megint olyanok, ahol nem kell beszélni. Tehát ez nem egy pszichoterápia, ahová elmész, és ki kell fejezned magadból, hogy mi minden az, ami probléma. Van rá lehetőség, elmondhatod, rá tudnak nézni energetikailag, de ezek olyan
sessionök gyakorlatilag, ahol nem kell kommunikálnod, hanem mi az a változás, ami a diármoring ugyanilyen, hogy nem kell kommunikálnod, ott elég, hogyha befogadod azt, ami ott történik az alatt, a session alatt, és hogy milyen változás lehet, mi az, amire eddig soha nem voltál hajlandó ébernek lenni, vagy soha nem voltál hajlandó ránézni, mert van olyan, akinél például egy anyával való kapcsolat indukálja azt, hogy ő neki hosszú távon, tehát egyszer anyukád a pelenkás korodban rád nézett, és azt mondta, hogy jaj, de kicsi ennek a gyereknek a farka, pont elég, hogy ez így lerakódjon energetikailag a tudatalattiba. Nem fogsz tudni róla, és akkor eltelnek évek, amikor már nem úgy működik a test, vagy nem az szerint, ahogy addig volt, és akkor ez a tudatalatti minta egyszer csak jobban előtérbe kerül, és onnantól kezdve nem működik tovább a potenciál. Szóval, hogy nagyon sok minden lehet ennek a hátterébe. Mi van, ha ez egy lehetőség? Mi van, hogyha nem problémának fogjuk föl? Ugye van az Accessben ez a zseniális dolog, ez az őrült mondat, hogy minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik. Mi van, hogyha hajlandó vagy a saját életedbe beleállni, és változtatni benne, egyszer csak minden megváltozik. És lehet ez ilyen, a potencia, lehet ilyen, ami eddig nem működött, most megváltozhat. Ennyi. Szóval, hogy nagyon sok minden, ennek nagyon sok rétege van, nyilván nem tudunk itt most minden aspektusáról beszélni, meg nem, ezt többször elmondjuk, hogy mi nem vagyunk, nem tudom én, milyen doktorovicsok, meg ilyenek, de ez a mi életünkből, amiben mi benne vagyunk, mi is egy folyamatos változásban vagyunk benne. Egy 50 éves férfinak még nem kell leírnia magát, pont, hogy most nagyok a gyerekek, tehát most állhatna bele abba, hogy ő saját maga, mi minden az, mit szeretne még az életébe, szeretné a szexualitását fejleszteni? Hát hogyan nézne az ki? Mi mindent kellene ahhoz csinálni? Kik lehetnek a játszópajtások ezen az úton? Bármi. Tehát, hogy nektek mit jelenthet bárki, akinek... Tehát milyen hozzájárulás lehetünk mi most megint ezzel az adással? Igen, milyen energiákra nyithatjuk meg magunkat, mert ugye az, hogy nekem az folyamatosan, hogy elzárom magam. Tehát nőként, tehát nem csak férfi lehet potenciátlan, tudod? Tehát, mert ha lezárjuk ezeket az orgazmikus energiákat, hogyha nem áramlik át rajtunk. Nekem például az access-es kezelések, ezek a testkezelés energiák, a bársz, azok eltörölték azokat a nézőpontjaimat, amik az utamban, saját utamban álltak, hogy az az energia legyek, az az energia áramlás, aki valójában vagyok. És amint ez így áttört a saját nézőpontjaimon, beindult a testem. Tehát eltűnt, életre kelten. Tehát talán akinek így gondja lehet a potenciállal, aztán így az életenergia sem járja úgy át. És ugye ez nem csak a szexében nyilvánul meg, hanem a tetteiben, amit a világban létrehoz. És hogy oké, hogy lehet, hogy látszik sikeres üzletember, de ugye mi az a kompenzáció, amiből? Tehát, hogy ugye az a tér fog teljesen megváltozni, tényleg potens lesz az életben és az életteremtésében a valódi potenciál. Nem az, hogy kipörgetem, ugye, mint tehát, hogy fölül tud emelkedni. Van erre egy ilyen jó kis példám, hogy kimaxoljuk, ugye, mondjuk elképzelek egy sikeres üzletembert, 50 éves korára tényleg felépített egy vállalatbirodalmat, de közben a szexualitásában meg potencia zavarai vannak. Viszont az életben minden kimaxolt. És ugye ez nekem olyan, mint amikor a kisgyerek négy kézláb már szuperül tud mászni, olyan sebességgel eljut ide-oda-amoda, ugye nem lépi meg azt a fajta, ez ilyen dimenziógrásnak is el tudom képzelni, hogy akkor lesz igazán potens, amikor majd lábra áll, és már
tehát a mozgása, tehát a lépéseivel jut el, egy teljesen más szintre tudja emelni az üzleti sikereit is. Nagyon jó, amit mondasz, Gabi. Azért nagyon jó, amit mondasz, mert visszaemlékszem, ugyanaz én gyerekem nem mászott, tehát nem mászott négy kézláb, de soha nem felejtem el, amikor voltunk a csípőficam vizsgálaton, voltunk a Heimpál gyerekkórházba, és ott egy anyuka panaszkodott, 13 vagy 14 hónapos volt a kisfia, és hogy nem hajlandó a gyerek felállni, mert annyira gyorsan tud közlekedni négy kézláb, hogy nem hajlandó a gyerek felállni. És igen, tehát mi van akkor, hogyha van már valami olyan, amit tökélyre fejlesztettél az életedben, és ahhoz, hogy váltsál, az azt jelenteni, hogy például nem fogsz tudni olyan gyorsan eljutni először egyik helyről a másikra, mert az egy átmeneti visszaesés mondjuk a helyváltoztatásban, mert amikor föl kell állni, és meg kell állni két lábon, az egy kicsit lelassítja az embert, utána nyilván ez majd be fog gyorsulni, de egy átmenetileg ez visszaesés. És hogy ez annyira így minden, ahogy így beszéltél róla, úgy jött föl bennem, hogy igen, ez most már tudott, és tudósok bizonyítják, hogy 150 évig tudunk élni. Azt nem mondja senki, hogy hogyan tudunk 150 éves korig élni. De mi van, hogyha elhisszük, hogy tudunk 150 évig élni, és ahhoz képest akkor egy 50 éves ember az olyan, mintha most még az óvoda végén járna. Hát most kéne felállni. Igen, szóval igen, tehát hogy mi van, hogyha ez pusztán csak arról szól, hogy itt most valami változás van, és hogy hajlandó vagy ezzel a változással ránézni, belemenni, és milyen újat tudsz innen indítani, és igen, tehát hogy teljesen más térből. Igen, és az életedben, a szexualitásodban, a szex megélésében, az orgazmus létben, a mindenben, mert hogy ma reggel egyébként Joe Dispenzát hallgattam, valaki riportot csinált vele, és nem is tudom, hogy került, mindegy, kaptam a Telegramon keresztül, és hogy arról beszél a Joe Dispenza, hogy egyébként tényleg ez a orgazmus, bizsergős érzés, ez a testnek az élet energiája, tehát mikor lesz az már, amikor végre elhisszük, hogy ennek a testnek ez az energiája, ez a bizsergés, ami nem arról szól, hogy 5 másodpercig, vagy 6 másodpercig kipumpálja. Kanos vagyok. Igen, tehát hogy nem ezt jelenti, hanem ennél sokkal többet, sokkal nagyobbat, sokkal összetettebb, és hogy tényleg mit tudhat a testünk, hogyha nem azzal megyek, hogy ó, Istenem, most nem állt fel. Ó, hát akkor most mi lesz? Eleve a probléma szónak az eredeti jelentése az, hogy értünk van. Tehát, hogy ez... Oh. Tehát ez ha tényleg... Ez a probléma ez olyan, mint az embléma. Szóval, hogy értünk van. Tehát, hogy felbukkan egy ilyen, és annyira szépen körül írtátok, tényleg, hogy mi az, ami most ebből a térből, mi az, amit megváltoztathatok. Igen, milyen lenne, hogyha ez értünk lenne. Milyen lenne az? Tehát nekem továbbra is csak ez van, hogy most hétvégén elmentem Székesfehérvárra, tényleg nem tudom, már 8 vagy 9 éve vagyok benne az Access-be, tényleg bársz facilitátor is vagyok, és mégis hajlandó voltam elmenni egy bársz tanfolyamra, ahol beültem résztvevőnek. És akkor azt mondja az Angi, akinél voltam, nagyon régóta ismerjük egymást, olyan 7 éve nagyjából, és akkor azt mondja az Angi ott mindenki előtt, hogy amikor mi megismerkedtünk, ő konkrétan azt gondolta rólam, hogy én 60 éves vagyok. És mondtam, hogy hát igen, későn szültem, ez tény és való, de azért ennyire nem későn. És mondta, hogy elképesztő az a változás, amin én átmentem az elmúlt 3 évben, és ez tényleg így van. Én 3 éve minden áldott reggel úgy iszom meg az első pohár vizet a konyhába, hogy ki van írva ott a felső konyha szekrény ajtajára, hogy ha semmilyen nézőpontom nem lenne az öregedéssel, akkor mit választhatnék? Ez 3 éve van. 3 éve minden reggel így iszom meg az első pohár vizet. És
Valami elképesztő. Tehát mi van, hogyha a nézőpontunk teremti a valóságunkat, és hogyha az a nézőpontunk, hogy 50 évesen potenciavesztésbe kell, hogy keresztül menjenek a férfiak, akkor ez fog bekövetkezni. De mi van, hogyha ez nem így van? Tényleg, hogy mi az a elvárás nélküli kérdés, amit te ezzel kapcsolatosan ki tudsz rakni magadnak, vagy fel tudsz tenni az életedben, amitől mindez meg tudna változni. Tehát mi van, hogyha 149 és fél évesen még mindig arról fogok beszélni, hogy milyen volt a tegnap esti szex? Mert hogy én erre vágyom. Igen, és én ezt szeretném. És én ezt választom is az életemben. Ti mit választotok? Jó. Na, hát ez szép végszó volt. Jó, hát akkor köszönjük. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok.